Több munkahely, magasabb bér és a magyar termelői szektor talpra állítása a legfőbb gazdaságpolitikai feladat a Jobbik szerint. A Nagyobbik ellenzéki párt újraindítaná a bányászatot, gyorsítaná a lakásépítések ütemét, és az egészségturizmus területén is több lehetőséget látnak. Volner János, a Jobbik alelnöke a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kezdjük is ezzel, amiről egyébként akár a kisebbik, Nagyobbik ellenzéki párt mostanában nagyon sokat beszél, jobban fizető munkahelyekre lenne szükség, több munkahelyre lenne szükség. Ilyenkor jön egyből a kérdés, hogy ez nagyon jó elképzelés, de hol és miként? Fontos azt látni, hogy bár forintban valóban bérnövekedés történt, de euróban számolva csökkentek Magyarországon a bérek, miközben a környező országokban szintén euróban számolva növekedtek a bérek. Látni kell azt, hogy a magyar lakosság 31,5%-a az Európai Unió statisztikai hivatala szerint elszegényedett. Mi azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy a termelő szektorra fókuszáljon úgy a kormány, hogy termelés támogató adórendszert vezessen be, hiszen az egykulcsos adórendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A termelés támogató adórendszer az iparba, a mezőgazdaságba és a Magyarországra külföldi jövedelmet hozó turisztikai ágazatba összpontosítana az adókedvezményeket. Ilyen módon lehet elérni azt, hogy a reálgazdaság megerősödjön, és a magyar gazdaság jelenleg alig létező alapjai erősödjenek meg, ne pedig általában elforgácsoljuk a pénzt. A magyar vagy a hazai kis és közepes vállalkozások milyennek tartják a magyar adórendszert? Mit tudnak erről, mit gondolnak önök erről? Rendkívül fontos azt látni, hogy a magyar vállalkozók és magánemberek olyan adónemeket is fizetnek Magyarországon, amelyeket Európában nem kell más országokban fizetni, és az úgynevezett effektív adóterhelés, tehát az összadóterhelés egy vállalkozás nyakában meghaladja messze az európai és különösen a régiós átlagot. Itt fontos az, hogy harmonizáltassuk az adórendszert a környező országok átlagával, már is kevesebb lesz például az áfacsalás, ha nem Magyarországon lesz az Európai Unióban legmagasabb 27%-os áfakulcs, hiszen akkor nem kap akkora ösztönzést a fekete gazdaság, és az állami erőforrásokból sem kell annyit fordítani arra, hogy küzdjünk a fekete gazdaság ellen. Önök azt mondják, hogy egy gyorsabb vidékfejlesztési programra és egy hathatósabb vidékfejlesztési programra lenne szükség, mégpedig önök azt mondják, hogy az élelmiszeripar és a feldolgozó ipar helyreállításában a közmunkát is el lehetne fogadtatni úgy, hogy lenne értelme a közmunkának. Hogyan gondolják ezt? Fontos látni azt, hogy óriási a munkaerőtartalék ebben a szektorban. Például csak a mezőgazdaságon belül Magyarország az elmúlt 25 évben 500 000 munkahelyet veszített el. Vissza kell állítani a magyar feldolgozóipart úgy, ahogy korábban volt. Azokban a régióközpontokban, régiós központnak számító városokban ismét létre kell hozni konzervgyárakat, különböző feldolgozó üzemeket, és aztán egy magasabb hozzáadott értékű termeléssel lehet külföldön is piachoz juttatni a magyar termékeket. Most a magyar gazdaságnak az a legnagyobb rákfenéje, hogy a mezőgazdasági termékeket túlnyomó részt feldolgozás nélkül visszük ki külföldre. Hogyha ezeket feldolgoznánk, akkor jóval több munkahely jöhetne létre, jóval előrébb járna a gazdaság, és úgynevezett tőkejövedelemhez is jutna Magyarország, hiszen ebben az esetben ezek a vállalkozások, amelyek részt vennének például konzervgyárként, vagy egyéb feldolgozóipari üzemként az élelmiszeriparban, szintén jövedelmet termelnek a magyar gazdaság számára, nem csak munkahelyet termelnek, hanem ténylegesen tőkejövedelem is csapódna le Magyarországon. Ez most egyelőre elkerül minket, és ennek sajnos főleg vidéken látják az emberek a kárát, hiszen kevesebb a munkahely, kicsi a vidék népesség megtartó ereje, és amikor például engem keresnek a szabolcs-szatmári barátaim, akkor elmondják azt, hogy a fiatalok ebből a régióból vagy Budapestre mennek, vagy Győr környékére, vagy éppen Nyugat-Európába mennek el dolgozni, és ez nagyon nincs így jól. Milyen szektorokban látja még a lehetőségeket, vagy látják még a lehetőségeket? Fontos látni azt, hogy a magyar ipar az a rendszerváltás óta gyakorlatilag megsemmisült, eltűnt, akkor még jó néhány fejlett ipari kapacitás is volt Magyarországon, mert bár sokszor kárhoztatjuk a szocialista nagyipart a korszerűtlensége, a lemaradása miatt, de mégiscsak árérték arányban egész jó volt az a termelés, és még mindig jobb egy elmaradottabb ipari struktúra, mint egy nem létező.
mezőipar. És Magyarországon én azt látom, hogy vissza kell állítani az ipari termelést új módon, hogy legalább azt, amit mi itt Magyarországon felhasználunk, Magyarországon termeljük meg. Mondok önnek egy példát erre. A kormánynak van olyan programja arra, hogy Ikarusz autóbuszokkal járjunk, a Rábával szeretné a buszokat gyártatni, de busz ténylegesen nem készül Magyarországon. Úgy ipari kapacitást tervezni, és erre munkaerőt foglalkoztatni egyetlen vállalkozás nem fog, hogyha nem garantálja valaki azt, hogy föl fogják vásárolni a későbbiek folyamán az ilyen módon előállított autóbuszokat, hiszen ha azt látja egy vállalkozás, hogy most éppen van megrendelés, de a következő 5 vagy akár 10 évben ki tudja, hogy vesznek-e valamit, erre nem tud létrejönni ipari kapacitás, nem fog senki beruházni. Ha egy korszerű járműipari programot indítana ebben az ágazatban a kormány, akkor azt láthatnák a vállalkozások, hogy előre láthatóan a következő években 500 vagy éppen 1000 darab autóbusz évente cserélésre kerül, erre már lehet ipari kapacitást létesíteni, lehet munkaerőt felvenni, és ez egy kiegyensúlyozottabb gazdasági növekedést tesz lehetővé. Erre például lenne folyamatosan kereslet, mert hogy egy belső keresletet említett, de a folyamatosság is fontos. Természetesen, hát ha megnézi a járműállományt, akkor azt láthatjuk, hogy akár a volántársaságoknál, akár a helyi közlekedési társaságoknál, vagy éppen Budapesten is rendkívül erőregedett a járműállomány. Itt természetesen egy nemzetközi kooperációban kell gondolkodni, és más fejlett technológiát birtokló cégekkel szövetségre lépni, és ilyen módon ez biztosítható lenne. Nézzünk meg még egy ágazatot, hiszen ezt is mindig kiemelik, az egészségturizmus, összehangolt marketing kellene a hazai gyógyturizmusért, azért az elmúlt időszakban az látszott, hogy megindult egy folyamat ezért. Ezt látják, folyamat, támogatják. De nagyon gyermekcipőben jár, és azt kell, hogy mondjam, hogy több évi mulasztás nyomán jutottunk el oda, hogy például Csehország vagy Lengyelország, bár hátrányosabb helyzetű régió lenne, mint Magyarország, de megelőzött minket egészségturizmusban. Egyet mondok önnek, ha megnézi például a magyar fogászati turizmus teljesítményét, ez egy olyan ágazat volt, amit szerencsés módon béké hagyott az állam. Hagyták dolgozni a vállalkozókat, eljutottunk oda, hogy 65-70 milliárd forint az ebből származó éves költségvetési bevétel, rengeteg fogászati turista jön el Magyarországra, és nagyon sok pénzt hagynak itt. Ha az állam élni hagyja a vállalkozókat, akkor a magyar vállalkozók vannak annyira ügyesek és leleményesek, hogy meg fogják teremteni maguknak ezeket a feltételeket. Itt sajnos azt láthatjuk, hogy a hálapénz és a magyar egészségügyi viszonyok kuszasága, ami alapvetően a kormányon múlik, eredményezi azt, hogy a magyar egészségturizmus sajnos a legtöbb ágazatban gyermekcipőben jár, holott egyébként ezen belül óriási a növekedési potenciál. Ha megengedi, nem sok számmal szeretném fárasztani, de egyet hadd említsek meg. Egy wellness turista átlagos költése 30-40 ezer forint, egy fogászati turista átlagosan 1 millió forintot költ. Tehát látni lehet azt, hogy a vásárlóerőben, a Magyarországra hozott pénz nagyságában óriási a különbség. Köszönjük szépen, Alelnök úr, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm önöknek a meghívást.